A Karolina Kórház rendelőintézet ápolásfejlesztési és oktatási munkacsoportja immár harmadik alkalommal rendezte meg báját péntek este. Az eseményre idén kimagaslóan sokan voltak kíváncsiak, mintegy 140-en vettek részt rajta. A rendezvény elsősorban jótékonysági bál, amelynek bevételéből a nagy érdeklődésre számot tartó pontszerző szakmai napokat szervezik meg. Jövőre megrendezzük a szakmai napunkat, amelyet a Freskároly Művelődési Központban szoktunk megrendezni, ugyanúgy a Karolina napot, amely nyáron, júniusban kerül megrendezésre, és jövőre ugyanígy, hát egy kis alap is kell, ugye, hogy szintén egy bált tudjunk rendezni. El kell mondanom, hogy egyre népesebb a táborunk, idén 140 kolléganőt és kollégát köszönhetünk a bálban. A bált Bertalan István nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte, hogy nagyon hiányoznak a fiatalok az egészségügyből. Az igazgató szerint akár Mosonmagyaróvár is alkalmas lenne arra, hogy szakembereket képezzenek. Megvan az adottságunk rá, növekvő lakosságszám, van egy nagyon szépen felújított kórházunk, jó szakmaisággal. Vannak olyan középiskolák, amelyek kihasználatlanok. Én azt gondolom, hogy minden megvan ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. A kórház dolgozói egy meglepetéssel készültek, a 60-as évek életérzését próbálták visszahozni nyitó táncukkal. A bál évről évre nagy sikernek örvend, hiszen a jótékonykodás mellett igazi csapatépítő tréning is. Így a tervek szerint jövőre ismét megrendezik a Karolina bált.